És ezzel tudták, hogy el van küldve, és nem csempészet. Ez is egy elmélet arról, hogy mire valók a bélyegek. A kisiskolások természetesen azért többet is el tudtak mondani arról a kiállításról, amely a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban várja a közönséget. A bélyegek az aktuális ötkarikás játékok apropóján az olimpiáról mesélnek. Különlegesek, megmutatják, hogy milyen sportágokat lehet megnézni az olimpián, és akár lehet választani is, hogy te melyiket szeretnéd kipróbálni. A székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör jóvoltából immár folyamatosak a különböző témájú bélyeg kiállítások a művelődési házban. Az olimpiát megelőzően például egy másik nagy sportesemény került a fókuszba bélyegek formájában. 2023 óta folyamatosan cserélik itt havonta ezeket a gyűjteményeket, és mindig az aktualitásnak megfelel. Most jelenleg olimpiai bélyegek láthatóak itt, de előtte a foci EB volt téma, illetve hogyha mesés projektünk van, akkor mesés bélyegeket is hoznak számunkra. Laci Zoltán, a székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör elnöke elárulta, hogy a kiállítások kapcsán elsősorban a gyerekeknek szeretnék bemutatni a bélyegeket és felhasználási módjukat. 2018-ban, amikor a városi bélyeggyűjtőkör végig gondolta, hogy hogyan lehet népszerűsíteni, bemutatni a bélyegeket, akkor azt szerettük volna elérni, hogy magát a bélyeget, de a bélyegnek a felhasználását is meg tudjuk ismertetni, és 2023-ban ötlöttük ki, találtuk ki, hogy a Tolpihe meseíró pályázathoz mi szeretnénk csatlakozni. Az intézmény nagy örömmel vette, és 2023 óta folyamatosan bélyegbemutatókkal, a gyermekeket érdeklő anyagokkal jelentkezünk itt az intézményben. A most kiállított bélyegek nem csak a nyári, hanem a téli olimpiákat is bemutatják 1952-től egészen 1976-ig, a tárlat pedig augusztus végéig lesz látható a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.